Sziasztok! Több hét kihagyás után ismét köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonunkban. A mai videómban megmutatom nektek a kertünket, ahol szintén igyekszünk a legkörnyezettudatosabb megoldásokat alkalmazni. A videóban szereplő 10 tipp mindegyike valamilyen módon hozzájárul egy környezettudatosabb, hulladékmentesebb kert kialakításához. Természetesen ezeken kívül még rengeteg egyéb megoldás is létezik, így örülnék neki, hogyha a videó alatt megosztanátok velem a saját tapasztalataitokat is. Az elmúlt évek alatt bekövetkezett szemléletmódváltozásunk egyre inkább kihatott a teljes életterünkre, így a kertünkre is. A kert ápolásakor folyamatosan szem előtt tartjuk az ökológiai szempontokat. A város közepén egy olyan kis oázis szeretnénk kialakítani, amelyben a természetes folyamatok kapják a főszerepet. A hatalmas citromfű és mentabokrot csak egy kicsit ritkítom meg te a fűnek, hiszen a méhek és egyéb beporzó rovarok is nagyon kedvelik, amikor virágzik. A kertünkben található tárgyakat, eszközöket, dekorelemeket mind-mind másodkézből szereztük be. Van olyan, amit bolhapiacról, de van örökölt darab is, vagy garázsvásáros szerzemény. Igazából minden egyes darabnak története van, valamilyen értéket képviselnek számunkra, és fontosak nekünk. Éppen az érzelmi értékük miatt törekszünk arra, hogy minden eszközünket a lehető leghosszabb ideig használjuk. A Zero Waste életmód alapszabálya is éppen erről szól. Ne vásárolj feleslegesen, inkább használd a meglévő tárgyaidat, amíg csak lehet, hiszen amit nem veszel meg, abból nem is keletkezik szemét. Nincs nagy kertünk, így a konyhakertrész is picike. A fűszernövények mellett a paradicsomnak és a magaságyásban elsősorban a csípős paprikának jut hely. A paradicsom lugas minden darabja hulladékanyagból készült, elhasználódás után pedig majd a komposztra kerül. Múlt évben még a bolti kenderspárga helyett is régi, megnyúlt pólóból daraboltam pólófonalat a paradicsom felkötözésére. Környezetbarát kertünkben nem használunk az élővilágra ártalmas vegyszereket sem. Ezért a tojáshéja is egy fontos és nagy becsben tartott hasznos hulladék itthon. Őrölve elsősorban a paradicsomra, de a többi növényre is szórjuk. Ez látja el a növényeimet plusz kalciummal, foszforral, káliummal és egyéb fontos ásványi anyagokkal. A kertben igyekszem olyan növényeket ültetni, amik az adott viszonyok között jól érzik magukat. Ilyen a macskamenta is, ami a magaságyás mellett óriásira nőtt, ezt pedig a méhek kimondottan értékelik. Egyébként a helyi viszonyoknak megfelelő növények ültetése azért is hasznos, mert ezek a növények sokkal kevesebb vizet és különleges ápolást igényelnek, mégis szépen fejlődnek. A komposztálás az egyik legfontosabb része egy ökológikus otthonnak, ugyanis az átlagos háztartások kommunális szemét mennyiségének legalább egy harmada komposztálható. Azaz a szemetünk 30%-a visszaadható a természetnek, úgy vélem, hogy ezt kötelességünk is megtenni. A kertünk sövény mögötti részén található egy kicsit extrém komposzthalom is. Ide halmozzuk fel a nagyobb növényi hulladékokat, például a faágakat, ezek itt szép lassan majd lebomlanak. Ezzel a módszerrel az erdőkben lejátszódó folyamatokat igyekszünk utánozni. Nem csak az életünk egyszerűbb ezzel, hiszen nem kell foglalkoznunk a nagyobb kezelhetetlen növényi hulladékokkal, de védett élőhelyet is tudunk biztosítani egy csomó élőlénynek, süniknek, gyíkoknak, békáknak és a rovaroknak is. Magát a hagyományos kerti komposztálást nem gondoljuk túl. Folyamatosan gyűlik bele vegyesen mindenféle növényi, konyhai hulladék, évente pedig egyszer átforgatom és rostálom. A komposztunk legaljáról már szép érett és több éves humuszt tudunk kinyerni, ezt minden növényünknél plusz tápanyagforrásként használjuk.
Több olyan kerti eszköz is létezik, amelyekre csak ritkán van szükségünk. Ezeket többnyire családtól vagy barátoktól kölcsönkérjük. Ebbe a körbe tartozik a komposztrosta is, amit a szüleimtől szoktunk kölcsönözni évente egy alkalommal. Néhány korábbi videóm szólt már a szobanövényekről vagy a kerti növényeinkről és azok szaporításáról. Gyakorlatilag minden növényünknél megpróbálkozok a szaporítással, gyökeresztetéssel, illetve rokonoktól, barátoktól is örömmel fogadok be növényhajtásokat és magokat. Viszont ez a hobbi sok cserepet igényel. A műanyag cserepeimet addig használom, amíg csak tudom, de az agyagcserepeket sokkal jobban szeretem a természetes anyaguk és a kellemes látványuk miatt. A Mushroom Baby mezőgazdasági növényi hulladékból és gombafonalakból készült cserepei izgalmas alternatívának tűnnek. A Facebook oldalamon írok az ezzel kapcsolatos tapasztalataimról, ha valakit érdekel, ott elolvashatja. A komposztáláshoz hasonlóan az esővízgyűjtés is fontos része az ökológikus kertünknek. Habár az esővízgyűjtő rendszerünk még nem kidolgozott eléggé, de a funkcióját tökéletesen ellátja. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Ha tetszett a videó, örülnék, ha jeleznétek ezt nekem egy lájkkal. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a további videóimról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, a harangjel bekapcsolásával pedig értesítést kaptok a következő videó megjelenésének idejéről. Addig viszont örömmel fogadom a hozzászólásaitokat a videó alatt. Sziasztok!